Délkeresztben a Jobbik és elnöke. Pécset kampányoltat Szöfcök a szóvivője Lomnici Zoltán. Faluhelyi Ferenc díjat kapott dr. Barics Ernő kisebbségkutató. 50 kertvárosi rászoruló családnak jutott karácsonyi adomány. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják december 19-én hétfőn, tartsanak velünk! Országjáró kampányt folytat a Civil Összefogás Fórum CÖF CÖKA. Többek között Pécsen is jártak. A kampány keretében ifjú Lomnici Zoltán alkotmányjogász tartott sajtótájékoztatót. A Civil Összefogás Fórum tagjai és a Szellemi Honvédők üzenetét közvetítette ifjú Lomnici Zoltán szóvivő, alkotmányjogász, a szervezet országjáró körútja során Pécset szombaton. A CÖF CÖKA képviselője elmondta, a Jobbik és elnöke Vona Gábor áll a CÖF jelen kampányának célkeresztjében. Rossz szemmel nézik a magyar nemzeti érzelmű civilek azt a folyamatot, amin a Jobbik átesik. Lesül, hogy olyan változások generálódtak a párt környékén, az alkotmány módosítás nem támogatása, amely nemzeti identitásunkat rögzítette volna, vagy éppen alkotmánybírók, olyan alkotmánybírók negligálása, a jelöltségük nem támogatása, akik megérdemelték volna egy magát nemzetinek való párt támogatását, de ugyanígy a kvóta referendum kapcsán is az a passzivitás, ami tapasztalható volt a Jobbik részéről, az azt jelzi, hogy egy 180 fokos fordulat következett be a Jobbik álláspontjában, akarva akaratlanul a balliberálisok szekerét tolja. A Jobbik Gyurcsány Ferenccel egy platformra került, tette hozzá Lomnici. Itt nem csak a közös stílus, adott esetben a közös gesztusvilág, hanem leginkább a közös szavazási irány, ami jellemzi most már akár a Demokratikus Koalíció, akár a Magyar Szocialista Párt, akár a Jobbik közös platformra helyezkedését, hangsúlyozta a szóvivő. Olyan erők, olyan médiumok támogatják ma már a Jobbikot, amely korábban elképzelhetetlen volt, és én azt gondolom, hogy a CÖF CÖKA-nak kötelessége, hogy ezekre a negatív tendenciákra felhívja a figyelmet, mert egy magát nemzetinek, kereszténynek való párt nem tehet olyan lépéseket, amely a Jobbik részéről tapasztalható volt az elmúlt időszakban. Ha a Jobbik pártja így folytatja tovább, az azt jelenti, hogy megtagadja a keresztény nemzeti hátteret, amit ő maga állít, és ezért nem érdemel esélyt a kormányzásra, tette hozzá Lomnici Zoltán pécsi kampánya alkalmával. 322 millió forintot nyert Pécs városa, kertváros és belváros kerékpáros összeköttetésére, közölte Csizi Péter, országgyűlési képviselő, miután aláírták a kertváros-belváros kerékpárút megvalósítása című támogatási szerződést. A tervezett kerékpárútnak köszönhetően megközelíthetővé válik kerékpárral a Tüskésréti Szabadidő Központ. A projekt alapvető célja a belváros és a kertváros közötti kerékpáros útvonal kiépítése mintegy 4500 folyóméter hosszúságban. A tervezett kerékpárút a belvároson keresztül csatlakozik a meglévő egyetemi városi kerékpárút hálózathoz, továbbá a Zsolnai negyed Budai Vám kerékpárút révén a keleti városrész is elérhetővé válik a kertvárosból. A projekt nem csak az egészséges életmód, valamint a közösségi közlekedés népszerűsítéséhez járul hozzá, hanem az érintett városrészek fejlődéséhez is. Új gyártóüzem létesült, új munkahelyek jönnek létre Pécset. A város nem csak befektetők felkutatására helyezi a hangsúlyt, hanem igazi partneri kapcsolatokat épít. Erre jó példa az Amalgam Fine Model Cars új pécsi gyártóüzemének létrejötte, és a tény, hogy a beruházásnak köszönhetően a jelenleg 632 embert foglalkoztató cég jövőre megduplázza 120 főre emeli dolgozói létszámát Pécset. A minap adták át az autógyárak és igényes gyűjtők számára különböző méretarányú, precíz automaketeket gyártó Amalgam Fine Model Cars mintegy 100 millió forintos beruházással kialakított új pécsi gyártóüzemét a Zsolnai negyedben. A mintegy 700 négyzetméteres új gyártóüzem kialakítására nettó 100 millió forintot fordítottak a város rendelkezésére álló terület- és településfejlesztési operatív program keretéből.
Pécs nemzetiségi díját a Faluhelyi Ferenc díjas szombaton Páva Zsolt polgármester adta át Barics Ernő nyugalmazott egyetemi docens kisebbségkutató intézetigazgató részére. Az ünnepélyes eseménynek a nemzetiségi bálon adtak helyet. Nemzetiségi bált rendeztek a hétvégén. Ünnepi műsor keretében adták át a nemzetiségi díjat. 4 évtizedes oktatói, kisebbségkutatói és tudományszervezői munkásságának a magyarországi horvátok szellemi életének fellendítésében és közösségük építésében elért sikereinek elismeréseként a Faluhelyi Ferenc díj kitüntetést adományozott Pécsváros dr. Barics Ernő nyugalmazott egyetemi docens, kisebbségkutató, intézetigazgató részére. A díjat Páva Zsolt polgármester adta át. A Faluhelyi Ferenc díjat dr. Barics Ernő nyugalmazott egyetemi docens, kisebbségkutató, intézetigazgató kapja. Barics Ernő bölcsész doktor, a magyarországi kroatisztika tudományának nemzetközileg elismert művelője. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavisztika Intézet horvát tanszékének volt oktatója. Természetesen örülök neki, de amiért én külön örülök ennek a díjnak, hogy legalábbis az indoklásban a sok éves tudományszervező tudományterületén elért eredményeim, illetve kutatásaim alapján ítélték oda. Tehát én annak külön örülök, hogy a tudományterülete is, tehát a kisebbségek esetében a tudományterülete is megfelelő elismerésben részesült, illetve tehát külön figyelmet kapott, és én örülni fogok annak, hogy a jövőben is az így lesz. Barics Ernő munkássága kiemelkedő jelentőségű a magyarországi horvát kisebbségi közösség 1990 utáni tudományos életének megszervezésében. Az elmúlt években intenzíven dolgozott az idén megjelent több mint 50 ezer címszót tartalmazó horvát-magyar szótár elkészítésében. Számos jótékonysági rendezvény van decemberben, karácsony környékén. A mai alkalommal is többek között a gyermeknéka javára ajánlottak fel nagyon komoly ajándékokat, jótékonysági céllal bizonyos szervezetek országos szinten is. Ebben a témában lesz vendégem Csiz Béter országgyűlési képviselő, akit szeretettel köszöntök, és aztán majd lesz egy másik témánk is, egy megállapodás, egy olimpiai úszó és a város között, de most először a jótékonysági rendezvényel kezdjük. Mi történt pontosan a gyermeknékámmal? A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség, aki egyébként most már évtizedes partnere a városnak, hiszen ne felejtsük el, hogy idén került megrendezésre az 50. Mecsek Rally is, úgyhogy gyakorlatilag kimerjük mondani, hogy nincs rally évad Pécs, és nincs rally évad Mecsek Rally nélkül. Tehát a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség döntött úgy, hogy így karácsony előtt pár nappal kifejezetten a gyermekklinikának a gyermekeit meglátogatnak, a gyermekeknek karácsonyi ajándékokat, játékokat és természetesen modell, makett, rally autókat ajándékoznának, illetve a klinika dolgozóinak pedig jelentősebb anyagi felajánlást juttattak el, amiből technikai fejlesztéseket tudnak majd a következő évben véghez vinni. És ezáltal egy nagyobb rali csapat lepte el a mai napon a pécsi gyermekklinikát, és talán az egészben a legjobb és a legmeghatóbb az volt, amikor megkeresett Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke, hogy segítsek kapcsolatot teremteni a pécsi gyermekklinikával, hogy ők tudták, hogy kit keresnek, és tudták célirányosan, hogy hova szeretnék a segítségüket eljutatni, mert a gyermekklinikának a munkatársai azért az elmúlt évben számos esetben tettek tanúbizonyságot arról, hogy megérdemlik a segítséget, és igenis minden fejlesztési forrás jó helyen van náluk, hiszen a beteg gyermekek gyógyulásáért mindent, sőt sok esetben még annál többet is megtesznek. Úgyhogy én ma gyakorlatilag csak egy összekötő szereplő voltam, és örülök annak, hogy a gyermekklinikának jó híre van, az ott gyógyító orvosoknak és munkatársaiknak jó a megítélésük országos szinten. Erre mindenképpen büszkének kell lennünk, és hát örülünk annak, amikor az ő jó hírüknek köszönhetően plusz felajánlásokat tudunk a gyermekklinikához vinni. Nem ez volt az első alkalom. Budapesti ügyvéd
ismert televíziós és állami cégnek a vezetője is már rajtunk keresztül érkezett a gyermekklinikához jelentősebb felajánlással, úgyhogy ebbe a sorba kapcsolódott most a Nemzeti Autósport Szövetség, és több nagyon ismert hazai szinten tényleg az élvonalba tartozó rali versenyző. Nemzetközileg is egyedülálló megállapodás jött létre Pécs városa és egy olimpiai bronzérmes úszó Kenderesi Tamás között. Miről van szó? Mi történt? Visszaemlékezünk az elmúlt 5-6 esztendőre, elsősorban most a 2009-es, 10-es, 11-es évre gondolok, akkor számos probléma volt ebben a városban, ami megoldásra várt. És most nem is a buszokra gondolok, nem is az állatkertre, nem is az anyagi nehézségekre, vagy a cégek befektetők hiányára, hanem ebben a sorban benne volt sajnos az áldatlan állapot a sport területén is. És ezekben az években másról sem szóltak a híradások, mint hogy sportolók, sőt, voltak olyanok, amikor sportolók és edzőik hagyták el több éves vagy évtizedes felkészülés után a városokat, és más városban, más sportegyesületnél találták meg a számításaikat. Akkor elindítottunk egy újraépülési folyamatot, aminek az eredménye az lett, hogy megalakult a Pécsi Sport Nonprofit ZRT. Gyakorlatilag minden, ami a város sport élete, az ebben a cégben lett beszervezve. Ennek az élén egy kétszeres olimpiai bajnok, Vári Attila vezérigazgató áll, és már 2010-ben arra kértem az Attilát, hogy az alapokról indulva keressünk olyan edzőket és sportolókat, akik kemény munkával, de a csúcsra tudnak jutni. Hát ilyen volt Kenderesi Tamás, az akkor még nagyon fiatal, remegő lábú, utánpótlás korú versenyző, akit ma már a Magyarországon mindenki ismer, hiszen Michael Phelps után ugyanabban a medencében bronzérmet szerzett a Riói olimpián, és mivel egy fiatal sportolóról beszélünk, aki népszerű lett a Riói olimpiát követően, ezért nekünk megállapodást kellett vele kötni, hogy a munkáját hosszú távon Pécset képzelje el, és ehhez mi egyébként minden támogatást megadunk. A mai napon polgármester úr és Vári Attila közösen aláírták azt a szerződést, azt a megállapodást, aminek köszönhetően az elkövetkezendő 8 esztendőben, a szám nem véletlen, nem számmisztika, az elkövetkezendő 2 olimpián, a 2 olimpiai felkészülésben biztos, hogy Kenderesi Tamás Pécset fog maradni, és a 2 olimpián pécsiként fog részt venni. Ehhez minden anyagi és technikai segítséget meg fog kapni, és nagyon reménykedünk abba, hogy az elkövetkezendő 2 olimpián igazi pécsiként a Tamás nagyon nagy sikereket fog elérni, és fényes érmekkel fog hazatérni. Úgy legyen. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget. A nehéz helyzetben lévő családoknak és a hajléktalanoknak szerzett örömet a Pécs-Kertvárosi Szent Erzsébet plébánia Caritas csoportja hétvégén. Az ajándékozásra 50 rászoruló családot hívtak meg, akik gyerekjátékot, könyvet és tartós élelmiszert kaptak. A Pécs-Kertvárosi Szent Erzsébet plébánián több mint 10 éve rendezik meg advent idején a szegények karácsonyát. Idén a rászoruló családok gyermekei az összegyűjtött játékok közül kedvükre válogathattak, de a városrész hajléktalanjaira is gondoltak a szervezők, hiszen ők is kaptak ruhát és tartós élelmiszer. Gyerekeknek mondjuk játék az nagyon jó lenne, nekem ugye van 5 unokám, meg kis élelmiszer is, úgyhogy nem tudom, hogy most mi lesz, vagy hogy lesz. Régen voltak, kaptunk ilyen kis vásárlási utalványt is, ami nagyon jól jött azért. Az ajándékokat a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász munkatársai, a kertvárosi hívek, valamint a Pécsi Tudományegyetem egyes számú gyakorló általános iskolájának tanulói gyűjtötték, de az ormánsági hátrányos helyzetű fiatalok is küldtek meglepetés ajándékokat a pécsieknek, amit a Közös az Út Alapítvány munkatársai a hétvégi Csányoszrói Karácsonyi Jótékonyság
ifjúsági ünnepségen gyűjtöttek össze, és személyesen vittek el a vasárnapi rendezvényre. Egy részükkel, szinte heti rendszerességgel, csütörtökönként ruhaosztás, illetve élelmiszerosztás keretében a közösségi házban, velük azért elég gyakori kapcsolat. A családokat is így választottuk, hogy azokat próbáltuk most megkeresni és meghívni erre az alkalomra, akikkel rendszeresebb a kapcsolattartás. Egy részükkel pedig általában egy évben egyszer-kétszer karácsony, húsvét környékén van kapcsolatunk. A kertvárosi plébánia névadó szentje Szent Erzsébet példáját követve különösen figyel a szegényekre, a nehéz helyzetben lévő családokra és a hajléktalanokra. A közösség célja, hogy segítségükkel csodák történjenek, és mindenkinek szép karácsonya legyen. Vajon sikerül-e feltenni az íre a pontot, behúzza-e harmadik győzelmét a Pejac Pécs az egyhetes hazai meccs sorozatában? Ezekkel a kérdésekkel indult el a Sopron elleni rangadó. Maga színvonalú, fordulatos, nagy csatát hozó egylabdás mérkőzésen a Sopron 82-80-ra győzött, így ők telelnek a tabella élén. Boris Majkovics, a pécsiek vezető edzője a találkozó után elmondta, csak gratulálni tudok a csapatomnak, nagyszerű mérkőzést játszott egy euróligás és jól játszó csapattal szemben. Tipikus egylabdás meccs volt, ahol ha bedobjuk az utolsó kísérletünket, nyerünk. A karácsonyi szünet után tovább dolgozunk, hogy még jobbak legyünk. Nem nagyon volt még példa arra ebben a szezonban, hogy a PVSK Pannon Power férfi kosárlabda csapata rosszul kezdett egy bajnoki mérkőzést. Ez szombaton a Paks ellen sem volt másképp. Bár a találkozó első perceiben a hazaiaknál volt a párpontos előny, elég gyorsan a kezükbe vették a pécsiek az irányítást. Szinte észrevétlenül 10 pontos fort alakítottak ki már az első negyed végére. A félidőben 12 ponttal vezetett a PVSK. A csapat fiatal irányítója Halász Ádám 24 pontot szerzett az atomerőmű ESE otthonában. Ezzel 9 pontos győzelemhez segítette a csapatot a Paks ellen. A találkozó végeredménye atomerőmű ESE PVSK Pannon Power 77-86. Híradónk végén főbb híreink egy-egy mondatban. Délkeresztben a Jobbik és elnöke. Pécset kampányoltat Szöfcök a szóvivője Lomnici Zoltán. Faluhelyi Ferenc díjat kapott dr. Barics Ernő kisebbségkutató. 50 kertvárosi rászoruló családnak jutott karácsonyi adomány. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!